Köszöntöm a Kultuszoba nézőit! Szent István keresztény hagyatéka címmel nyílt kiállítás Szekszárdon. A megnyitón Grezsa István kormánybiztos többek között arról beszélt, hogy a közép-európai népek közös érdeke túllépni Trianonon és összefogással megmutatni saját erejüket Európának. A kiállítás anyagát a Kárpátaljai Szövetség állította össze. A Nemzeti Ünnep alkalmával nyílt a Szekszárd Művészetek Házában az a kiállítás, mely a Szent Korona Vármegyei címet viseli, és amely csokorba szedi a vármegyék meghatározó városainak ikonikus épületeit. A képek Kovács Anton kárpátaljai festőmunkáját dicsérik, aki olyan hangulatú alkotásokat keltett életre, melyek tükrözik viszonyát is az adott várossal. Grezsa István kormánybiztos arról szólt, a képek a kultúrák keveredését is jelképezik. A kultúrák keveredését inkább úgy gondolják a világban, hogy beolvadjon az egyik kultúra a másikba a kizárólagosság útján. Azonban a kárpátaljai festészet és benne Kovács Anton kifejezetten az egymást gazdagító értelemben keveredő kultúrájú ecsettel dolgozott. Porlat sok minden érték, de a kultúra az mindig gyarapít, erősítés belülről, megújít, és nekünk magyaroknak oly sok tapasztalatunk van, erről gondoljunk csak a Trianon utáni újraépítésről, talpraállásról, az a Klebersberg-féle kultúrpolitikának volt javarészt köszönhető, vagy gondoljunk arra, hogy a török időket a református prédikátorok megújítása vészeltette át a országunkkal, és egyúttal a magyar nyelv védelmét is jelentette, és számtalan példát lehet felhozni erre a tatár dúlás utáni országépítés negyedik Bélának, az árpádházi szentek, és folytathatnánk a sort, és meggyőződésem, hogy a 21. században is úgy lehet túllépni Trianon árnyékán, és ezt a feldolgozhatatlan igazságot úgy lehet meghaladni, hogyha a magyar kultúrára alapítunk, és így töltjük be újra azt a történelmi küldetést, amelyet 1000 év óta Szent István népeként egyfajta kovász szerepet gyakorolva a 21. században is be kell tölteni. Ennek a kiállításnak az a nagy értéke, hogy bemutatja az egykori nagyságát a magyar királyságnak, amely közel sem arról szól, hogy valamiféle hagymázas nemzeti öntudatra építve itt mindent vissza gondolatokat fogalmazzunk meg, hanem inkább a merjünk kicsik lenni pusztító gondolatsorral szemben, a merjünk újra nagyok lenni érzését sugallja, hiszen emögött a képek mögött, nagyméretű Kovács Anton képek mögött felsejlik annak a teljesítménynek a nagysága, amelyre méltán lehetünk büszkék, és amelyre lehet alapozni, mint egy kősziklára épült építményre ebben a új évszázadban is a sok leselkedő veszély közepette. A hazáért úgy is tud az ember tenni, hogy egyszerűen elvégzi a munkáját. Tehát ahogy egy háborúban is vannak neves és névtelen hősök, akiket egyformán várt haza a családjuk, és nem térhettek haza, így a nemzetépítésben is azoknak a derékhad tagjainak a munkája nélkülözhetetlen, akik egészen egyszerűen ébren tartják a nemzet önazonosságot, ápolják a magyar nyelvet és a kultúrát, és egész egyszerűen annak ellenére, hogy ez a mai világ mit sugall számukra, megőrzik azt, amit a szüleitől, nagyszüleitől örökségként kaptak. Peredi Balázs művészettörténész, a kiállítás kurátora azt vallja, ezek a képek nem csak méretük folytán kiemelkedőek, de művészi hatásukban is figyelemre méltóak. Nagyon látható, hogy itt nem naturalista képekről van szó, hogy a látványt egy az egybe akarná visszaadni. Néhány ugye el is tolja, montírozza kicsit a látványt, fölbontja a teret. A lényeg, hogy az ő festői tehetsége arra alkalmas, hogy ezeknek a városoknak, helyszíneknek megragadja a lényegét, és ugyan nagyon fontos, hogy ő tradíciókat követ, nem csak a magyar festészeti hagyományok, hanem a kárpátaljai festői hagyományokat is, ez a természetbe ágyazottság, ez a természet illat még a képeken is keresztül jön. Tehát van egyfajta impressionisztikus megközelítése, mindenképpen nagyon komolyra kell értékelnünk ennek a művészeti értékteljesítményét is, és Anton Kovács, Kovács Anton barátunk egy olyan festő, aki nagyon sokfelé rendelkezik képességekkel, és ami még lényeges ezeken a képeken, hogy a művészeti
természeti értéket az is befolyásolja, hogy milyen napszakot, milyen évszakot választ, milyen hangulatot akar árasztani ez a kép, egy üdébb, vagy egy szorongató, vagy egy szomorúbb hangulatot, ezekben is ő nagyon megmutatja a festői képességet. Éppen beszéltem kárpátaljai barátunkkal, hogy a besztercebányai, nem a kárpát-ukrajnai városok megközelítésében ott érezni ezt a fajta, a betonokat, a járdákat, és ennek van egyfajta olyan atmoszférikus megközelítése, ami bizony sugároz egy világnézetet is, vagy ahhoz a településhez való viszonyát a művésznek. És ez nagyon lényeges, hogy ezek nem rutinképek, ami szinte, hanem az ő személyisége. Antonnak egyébként egy ilyen derűs, és hát vitális az életfelfogása, amennyire én őt személyesen is ismerem, volt, nyithattam más képeiből is kiállítás, ez nagyon lényeges, de az érzelmi telítettség és ennek a pozitív-negatív kilengései igenis emelik ezeknek a képeknek a művészeti értékét. A kiállítás október 2-ig tekinthető meg a Szekszárdi Művészetek Házában. Időutazásra hívott minket a Bátai Fazekas Alapítvány augusztus 17-én. Két családi ház összenyitott udvarán tekinthettünk vissza az elmúlt évszázadokra, képeken, ruhákon és eszközökön át. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a kiállítás fővédnöke elmondta, nagyon fontos a múlt megismerése, hiszen az határozza meg a jelent és majd a jövőt. A Bátai Pántlika zenekar muzsikája segített abban, hogy könnyen megtaláljuk magunkban a kiállításhoz illő hangulatot, és elkezdjük az időutazást. A tárlattal Kanizsai Dorottya nagyasszonyra, valamint a hosszú évszázadokon át megőrzött mesterségeket szorgalmasan művelő bátai asszonyokra szerettek volna emlékezni. Mór János Zoltánné szervező elmondta, a kiállítás azért kapta ezt a címet, mert a kendertől a pendeig egy munkafolyamatot ábrázol, ami a régi paraszti világba élők számára szinte a napi rutinhoz tartozott, és szerette volna érzékeltetni, hogy abban az időben gyakorlatilag minden saját kezűleg készítettek el. Az elődeink nagyon-nagyon ügyes, okos emberek voltak. Paraszti gondolkodás, egy családot fenntartani, de egy fontos dolog. Ma már nagyon-nagyon kevés embernek sikerül ez. Lényeg az, hogy ők elvetették természetesen a magot, és akkor hát végül is az eszközökben lehet látni, ami ki van rakva, hogy ezt a kendert megművelték, és abból lett a fonál, amiből szőtték a gyönyörű pöndőket, bátaiasan mondva, terítőket, ilyesmit. Tehát minden, ami itt látható, az gyakorlatilag az elődeinknek a munkája, mert mi csak őrzők vagyunk. Mi erre nem vagyunk képesek, el kell, hogy mondjam, nem csak arra vagyunk képesek, hogy ezeket kincsekként kezeljük. Az ötlete már rég és régóta megfogalmazódott bennem, hiszen ezekkel a dolgokkal mindenben rendelkezem. Tehát az eszközöktől kezdve mindenre, és én gyerekkoromban emlékszem arra, hogy ezeket a dolgokat szőtték, készítették még akkor is, mikor én még gyerek voltam, én átmenet vagyok. Tehát az én generációm, nem csak én, hanem az én generációm átmenet. Tehát mi még érűzzük a régi dolgokat, de már a gyerekeim, azok már ezeket nem tudhatják, ha nem meséltük el. Tehát van, aki nagy mesélő és elmesél, de én így talán így tudom magam kifejezni a képeken keresztül. Mór János Zoltánné fontosnak tartja, hogy megismertesse a régmúlt hagyományait a ma élő felnőttekkel és gyerekekkel egyaránt.
Reméli, többen követik majd a példáját, és ápolják, megbecsülik az elmúlt évszázadok hagyományait. Az egész kiállítás szívemből van, hiszen itt állunk édesapám, édesanyámnak a babája előtt, úgymond a ruháival, ez nagyon fontos. És nagyon reménykedek abba, talán végszó is lehet, hogy az utódaink éppen így teszik majd valaha. Ebben reménykedünk. Az a lényeg, hogy itt legyen, ezt a szellemet érezze, amit itt érezni lehetett ezen a napon, és reménykedünk benne, hogy egyszer majd az emlékeiből előhívja. A kiállítás fővédnöke Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár volt, aki személyesen nyitotta meg a tárlatot, és elmondta, hogy milyen történelmi jelentősége van Bátának, illetve a Sárköznek a Kárpát-medencében. Báta a Sárköznek az egyik kiemelkedő települése. A Sárköz amúgy is Magyarország, illetve a Kárpát-medencei magyarság néprajzi szempontból is egy fontos tájegysége, akárha a zenéjére gondolunk, a táncaira, a nagyon színes sárközi népviseletre, és arra az életre, amit elsősorban a Duna közelsége, a halászat határozott meg, illetve a mezőgazdaság az elmúlt évszázadokban. És csak úgy, mint a Sárköz, Bátának a lakossága is gyakorlatilag visszamegy a honfoglalásig, mivel ez a vizek miatt ez egy elzárt terület volt, ezért gyakorlatilag az a lakosság tudott megmaradni, akik annak idején a honfoglalás korában ide beköltöztek. Egyébként Báta besenyő telepítés volt, maga a Báta szó is török nyelven sarat jelent, úgyhogy mindenféleképpen a Sárközhöz kapcsolódik. 2013-14-től volt egy program, amelynek köszönhetően a kormány támogatásával 5 közfoglalkoztatottat tudtak alkalmazni, és így a munka igazából teljesebbé tudott válni. Mint ahogy látjuk, itt egy családi háznak, illetve 2 családi háznak az udvarán és az utcán rendezték be ezt a kiállítást. Ezt egy nagyon jó ötletnek tartom, annál is inkább, mert így többen tudják megnézni, és sokkal otthonosabb ez a kiállítás. A falu még jobban magáinak érezheti ezeket a dolgokat, amiket itt lát, hiszen innen is gyűjtötték össze. A beszédekben elhangzott egy Gazda József idézet is, amely így kezdődik. Önmagunkat becsüljük meg azzal, ha nem feledkezünk meg elődeinkről, akiktől nem csak az életünket, de tudásunkat, kultúránkat, erkölcsünket kaptuk. Nagyon fontos az, hogy az emberek legyenek tisztában a múltjukkal. Nyilván azt szoktuk mondani, hogy a múlt meghatározza a jelent, az meg a jövő, de ebben sok igazság van. Mert hogyha a saját kultúránkat nem ismerjük, akkor hogyan tudjuk megismerni más népeknek a kultúráját? Szerintem az az alapvető, hogy először a sajátunkkal legyünk tisztában, és akkor utána tekintsünk ki más felé. Most a járványhelyzetnek csúnya szóval köszönhetően egyre többet fedezünk fel Magyarország értékeiből. Látjuk azt, hogy milyen szép tájak vannak, milyen érdekes helyek vannak itthon is, sőt nem is kell nagyon messzire menni, akár csak a megyében is. Úgyhogy én ajánlom mindenkinek, hogy nézelődjön saját kistérségében is, megyéjében is, fedezzük fel minél jobban közösen Magyarországot. Az értékközpontú szemlélet olyan meghatározó jellemzője a megyének, mint a fejlesztési forrásokkal való települési politika, mondta Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke, az Új látásmód címet viselő kiállítás megnyitóján. A Sárszentlőrinci alkotótáborba 9 Tolna megyei alkotó kapott meghívást. 10 Tolna megyei alkotó kapott meghívást a bűvésztelep ezévi egyhetes programjára. A megyei önkormányzat kezdeményezése, mely Tolna megyei települések összefogásával valósul meg, és a helyi értékek védelme és továbbadása a célja, részeként dolgozhattak az alkotók úszdon és állították ki műveiket Sárszentlőrincen. A megnyitón Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke azt mondta, a kultúra fejlesztése, az értékközpontú szemlélet legalább olyan fontos elem Tolnában, mint adott esetben a települések fejlesztése. Az ember alkotásra született, ez a mi mottunk ennek a sorozatnak a
szervezésében, és azt gondoltuk, hogy Tolna megyében számos olyan érték van, szellemi érték, kulturális érték, produkció, amelyet érdemes megismertetni mindenkivel, és ezért jöttünk ide ki erre a településre, és azért szeretnénk itt megmutatni magunkat, hogy ebben a táborban is micsoda értékek találhatók, és milyen alkotások születnek majd ebből a történetből. Ha itt körbenézünk, itt azért egy-két dolog már ki van állítva, és hát nagyon kíváncsi leszek arra, hogy amikor a táborra visszatekintünk, akkor milyen eredményeket tudunk fölmutatni. A megyének mindig értékek iránt jelentős volt az affinitása. Azt gondoltuk, hogy az értékeket menteni kell, az értékeket segíteni kell, hiszen ezért leszünk itthon Tolna megyében. Most keresjük azokat az utakat, hogy hogyan lehet a civil szférát megmozdítani, hogyan lehet bekapcsolódni egy megyei önkormányzatnak egy olyan közösség életébe, amely már meglévő és alkot, és hogyan lehet generálni ezeket a folyamatokat, mert néha úgy érezzük, hogy őnekik is szükségük van arra, hogy egy kis támasz, egy kis bátorító szó. Most nem anyagiakról beszélek, hanem arról, hogy itt vagyunk, arról, hogy megnézzük a kiállítást, arról, hogy szervezzük ezt a tábort. Én azt gondolom, ez egy nagyon fontos dolog, és nagyon emberi. A művésztelep szakmai irányításával Könyvkata festőművészt bízta meg Tolna megye. Évről évre erősödik, és ezáltal, hogy fönnmarad, már létjogosult, azt kell, hogy mondjam, illetve nagyon jó lehetőség az alkotóknak arra, hogy kiszakadva a mindennapjaikból, hiszen az egy képzőművész élete sem abból áll, hogy folyton a stúdiójában lehet, hanem azért általában dolgoznak a képzőművészet mellett, és ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy kiemelve, felmentve egy picit a mindennapok nyomása alól tudnak szabadon alkotni és közösségbe lenni. Nagyon sokszor még emlegetik hónapokig, vagy akár az is egy jel, hogy évről évre szívesen térnek vissza hozzánk. Túlnyomó részt festészetet képviselő alkotók vannak, de van szobrászunk, aki installációkat készít, illetve egy ilyen érdekes kísérleti természetművészetben dolgozó textiles alkotónk van. Úgyhogy elég változatos a társaság, de a festészet dominál. A koncepció az inkább segítség, mert amikor parttalan egy helyzet, akkor sokkal nehezebb gyökeret verni, viszont a művészeknek is támpont lehet az, hogy van egy meghirdetett tematika, esetleg egy-két hívó szó, amihez persze nem kötelező, de lehet kötelezően ajánlott csatlakozni, hogy így fogalmazzak. Idén ez a helyzet is szülte, hogy ezek a hívószavak a túl a bezártságon voltak, és hát, hogyha körülnézünk, akkor szerintem a körülmények is mint egy illusztrálják ezt a két hívószót, direkt terveztük az árokiállítást a szabadba. Hogy kinek mit jelent a bezártság és a szabadság, sok esetben egy élethelyzet függvénye is. Zicsi Judit festő a gyermeknevelés nehézségei és a vírusjárvány miatti bezártságból szakadt ki. De nekem a bezártság az nem azt jelentette, hogy én otthon nyugodtan ülhettem, hanem a három gyerek ugrált a fejemen, mondhatni így. Úgyhogy nekem itt ez a nyugalom szigete volt, és egy csodálatos egy hét olyan emberekkel, akikkel végre tudtam beszélgetni, mert a bezártság azt is hozza magával, hogy mi művészek kevesebbet tudunk egymással kommunikálni, ugye csak interneten keresztül tudtunk sokáig, de így ez nem az igazi. Van egy kis bibliai utalás az egyik képemen, ez a Nolima Tangere, amikor Jézus mondja Mária Magdolnának, hogy ne érints meg, mert még nem mentem föl az én atyámhoz, és hát ezt kicsit behoztam, ezt a dolgot, ezt a elutasítást, hogy most ne érints meg, de ugyanakkor ugye tudjuk, hogy ő se zárkozott, nem elzárkózásból tette ezt. És még van egy másik pár a képemen, egy emberpár, így kergetőznek, és az egyik megpróbálja elérni a másikat, a másik pedig átszalad előre. Ez pedig ilyen kergetőző gyerekekre utal, játékosan, mert egy iskola udvaron voltunk, úszdon, ahol kicsit ez a néhai
ezt a szellemet is be akartam idézni, hogy ott ilyen kergetőző gyerekek voltak régen, és hogy ez a fogócska, hogy megpróbálja az egyik elérni a másikat, ez egy utalás. A helyi identitás erősítését növeli megyei önkormányzat által támogatott projektben, a továbbiakban is koncertekre, kiállításokra és az értékek tovább örökítését szolgáló vetélkedőkre kerül majd sor. Lezárult egy korszak a Babits Mihály Kulturális Központban. A június 22-e óta zajló tematikus táborok végére értek. Ez idő alatt közel 100 gyerek fordult meg az intézményben, és amellett, hogy jól szórakoztak, fejleszthették készségeiket is. Készülnek a szebbnél szebb ajtókopogtatók a Babits Mihály Kulturális Központban. Egy időre megszűnik a gyerekzsivaj az intézményben, hiszen véget értek az idei tematikus táborok. A 6 táborból álló sorozatot a kézműves alkotótábor zárta, ahol a gyerekek több alkotótechnikával ismerkedhettek meg. Minden délelőtt más-más kézműves technikával ismerkednek meg a gyerekek. Első nap volt nemezelés, második nap megismerkedtek inkább a ecsetnek, a festéknek a használatával, tehát ez egy rajzfoglalkozás volt. Tegnapi napon karkötőt, ékszereket csináltak, tolltartót, és akkor a mai nap pedig elérkeztünk egy tengeri nyári ajtó kopogtatónak a készítéséhez. Holnap pedig, hát mondhatni így, záró programként a Csigabiga alapítvánnyal lesz egy kutyás foglalkozás. Általában 8:30-9 között érkeznek a gyerekek, és akkor 8:30-9-től kezdődik a kézműves foglalkozás, ez zajlik ebédig, egy 10 óraival, és utána van egy kis szabad foglalkozás, volt, hogy fagyizni mentünk, és akkor utána látogattunk a múzeumokba, illetve a mai nap délelőtt pedig még egy mozimati névetítés is belefért a programba. A sűrű napok ellenére volt olyan gyerek, akinek ajándékkészítésre is jutott ideje. Nagyon szép karkötőket még lehetett csinálni a kézműveskedés alatt tegnap is. Lehetett ceruzatartót, karkötőt, meg nyakláncot is. Anyukámnak csináltam gyöngyből karkötőt, apukámnak is csináltam egy ilyen karkötőt, és magamnak még csináltam 3-at. Ma spatulából fogunk készíteni nyári ajtódíszt, amire tengeri csillagok, kagylók fognak kerülni, és kötélből fogják ráragasztani a nevüket, és ezt kitrakhatják az ajtóra, szobájuk ajtajára. A Babits Mihály Kulturális Központ finanszírozza az anyagokat a tábor kézműves foglalkozásaihoz. Nem csak a kézműveskedés különböző ágazataiba tekinthettek bele a táborozók, kirándultak is. Többek között a szekszárdi Vosinski Mór megyei múzeumba. Ezt most második alkalommal csináltuk, tehát ahogy újraindult a tavalyi évben a Babitsnak a táborai, ez most második alkalom, hogy kézműves alkotótábor van, és az a tapasztalat, hogy erre van igény, meg szeretik is a gyerekek ezt a fajta alkotást és tevékenységet. A szülők részéről ők büszkén nézik, amikor esetleg egy ékszer a nyakukba kerül, vagy tegnap például gyöngyfát készítettek a gyerekek a múzeumban, és akkor azt is csodálattal nézték, úgyhogy szerintem elégedettek azzal, ami itt zajlik. Szeretnénk jövőre is ilyen és hasonló jellegű táborokat tartani, mert úgy látjuk, hogy sikerük van.
Különleges hangszerpárosítással várt a szekszárdi vendégeit az Orgona Pont a Művészetek Házában. A Filharmónia Magyarország hangszerek királynőjét népszerűsítő sorozatának keretében Bán István orgona művész és Hara Fruzsina trombita művésznő duettjét hallgathatta meg a közönség. Egy orgona hangverseny már önmagában is különleges esemény. A hangszerek királynője nem mindennapi élményt nyújt közönségének. Kivált kép, ha trombitával duettben csendülnek fel a dallamok. Bán István orgona művész és Hara Fruzsina trombita művész mindezt egy barokk hangzással koronázta meg, és tette még rendhagyóbbá az Orgona Pont szekszárdi vendégeinek estjén. A Filharmónia Magyarország sorozatának nyitókoncertjén a barokk trombitával is megismerkedhetett a nagyértelmű közönség a Művészetek Házában. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!